költségvetési takarékossági intézkedéseket Pék Zoltán parlamenti képviselővel és Újhelyi Lukács közgazdásszal elemezzük. Milyen következményekkel járnak a bér- és nyugdíjlevonások az életszínvonalra nézve? Erről Tóth Bátori Erzsébet, a Függetlenség Egyesült Ágazati Szakszervezet tartományi bizottságának elnöke beszél. Nagyon rossz gazdasági ötlet, mert csökken a vásárlóerő, ami már most nincs. A napjaink központi témájához nézőink is hozzászólhatnak. Műsorunk alatt a napjaink@rtv.rs e-mailre várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket. Jó estét kívánok! Több hónapos húzavona után a tartományi parlament ma napirendre tűzte, és meg is szavazta a Pajtics vezette kormány átalakítását. Az új titkárok és az alelnök azonnal letették a hivatali esküt. Bojan Pajtics kabinetjébe bekerült Vladimir Pavlov, akit a Tadics-féle pártból a napokban zártak ki. Ezentúl ő vezeti a tudományügyi és műszaki fejlesztési titkárságot Dragoslav Petrovics helyett. A mezőgazdasági titkár Branislav Bogaroski a Liga frakció vezetője lett, akinek a helyére most másik képviselő ülhet. Az energiaügyi titkárság élén a párton kívüli Nenad Stankovic váltja fel Natasa Pavicevic Bájicsot. A kormány alelnöke Miroslav Vászin gazdasági titkár lett a leváltott Dragoslav Petrovics helyett. A szavazáson nem vettek részt a VMS képviselői, ami az ülés elején derült ki. Mi kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy nem kívánunk részt venni abban a tárgyalássorozatban, amelyik 4 hónappal ezelőtt elkezdődött, és amelyik arról szólt, hogy majd itt valami lényegbeli változás fog történni. Akinek némi tapasztalata van, az tudja, hogy ez a lényegbeli változás ott szokott befejeződni, ahol be is fejeződött, azon, hogy kinek mi fog jutni. Ezért én akkor azt mondtam, hogy mi ebben a tárgyalásban nem kívánunk szerepet vállalni, el fogjuk fogadni azt a döntést, amelyik meg fog születni a partnerok között. Mi így jártunk el. Azt én egy szóval nem mondtam egyszer se, hogy ezzel azonosulni tudunk. Mert azt gondolom, hogy az, amit az utóbbi hónapokban láttunk, az, amit zsarolásként láttunk akár a deklaráció témájában, akár a NISZ-el kapcsolatban, akár a kormány átalakítással kapcsolatban, emlékeztetni szeretnék arra, hogy mondjuk az utóbbi 2-3-4 hónap megnyilatkozásait tessék visszalapozni. Az mindenféleképpen egy olyan technikája a vajdasági politikának, amivel mi nem tudunk azonosulni. Az, hogy ennek lesznek-e következménye, ezt én nem tudom. És az igazság, hogy nem is érdekel. Mert az én számomra egyedül az fontos, hogy az, ami értékrendileg megfogalmazott szándék szempontjából, a közösség irányába történő elszámolás szempontjából fontos, az az irányadó. És nincs az a fotel, nincs az a pozíció, amelyik érdekében én ezt hajlandó lennék feláldozni. Az, hogy most ennek mi lesz majd a következménye, látni fogjuk. Nem mi vagyunk lépésen. Azt gondolom, aki úgy viselkedik, mintha ez valami nagy meglepetés lenne, az nem mond igazat. Az meg, hogy mi lesz a következménye, ezt látni fogjuk. Az én lelkiismeretem teljes mértékben tiszta. Bojan Pajtics kormányelnök közölte, hogy megvan a többség a kormány átalakításához. Számítottunk a VMS támogatására, mert Pásztor úr korábbi kijelentései arra engedtek következtetni, hogy támogatják az átalakítást. Viszont az ülés előtt néhány perccel megváltoztatott vélemény önmagáért beszél. Az ülésen éles hangú szóváltások is elhangzottak. Nem vitatom el, hogy megvan az egység és a hangulatból ítélve a többség is. Ehhez gratulálok. Szemmel láthatóan másoknál sikeresebbek voltak a képviselők befogásában. Ami a képviselők befogását illeti, az általam vezetett listának 59 képviselője volt 2012-ben. A frakció képviselőinek száma utal arra, hogy kire jellemző a képviselőfogás. Az új titkárok megválasztására 63 képviselő szavazott, míg a Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Szerbiai Demokrata Párt és a Harmadik Szerbia ellene volt.
Ezt kierőszakolt káder megoldásként értelmezzük, s ez a változás semmi jót sem hoz Vajdaság polgárainak. Nem szeretném megsérteni az új titkárokat, de azt hiszem, hogy nincs megfelelő képesítésük a tisztségellátására. Annak ellenére, hogy a Szerb Radikális Párt képviselői az ülés elején bejelentették, nem vesznek részt a munkában, egy képviselőjük a szavazáskor mégis támogatta az átalakított kabinetet. Igor Mirovics, a Szerb Haladó Párt tisztségviselője, a vajdasági politikai élet legszégyenteljesebb cselekedetének nevezte a tartományi kormány átalakítását. Kijelentette, hogy a demokraták reggel megvették a Kárigy-féle párt egyik képviselőjét. Azért a legszégyenteljesebb, mert a képviselővásárlás alvilági módszerét alkalmazták az új kormány megválasztásához, illetve a meglévőnek az átalakításához. A Szerb Haladó Párt ezt a legerélyesebben elítéli. A Demokrata Pártól és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligától pedig azt kéri, ismerjék el, hogy nincs már legitimitásuk. Sürgősen meg kell kezdeni a tárgyalásokat az ellenzékkel arról, hogy milyen irányban haladjon a tartomány. Az ülés folyamán szárnyra kelt az a hír is, hogy leváltják Pásztor István házelnököt, de ez nem történt meg. A mai átalakítást megelőzően a tartományi képviselőháza a múlt héten elfogadta pótköltségvetést, és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga javaslatára megvitatta azt az információt, amelynek értelmében kártérítést követelnek Vajdaságnak a szerbiai kőolajipari vállalat magánosítása miatt. A házelnök másnap továbbította is a köztársasági és a tartományi kormánynak ezt a tájékoztatót. A képviselőház 69 szavazattal, 36 ellenében fogadta el az idei második pótköltségvetést, amellyel a pénzügyi titkár elmondása szerint el lehet kerülni az újabb eladósodást. Ezzel a pótköltségvetéssel 1,5 milliárd dinárral csökkentjük a tartományi büdzsét oly módon, hogy nem bocsájtunk ki 2 milliárd dinár értékű értékpapírt, tehát nem adósodunk el. Erre a csökkentésre egyrészt azért van szükség, mert a Kamenica 2-es komplexum klinikai felszerelésének a megvásárlása adminisztrációs okokból nem lesz megvalósítható az idén. Másrészt az értékpapírokat nem lehetséges a költségvetésben tervezett áron eladni, mert csökkent az ország hitelképessége. Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke szerint két mozzanatról lesz emlékezetes ez a pótköltségvetés. Egyrészt, hogy a takarékosság jegyében született meg. A másik fontos mozzanat, hogy új programokat vezetünk be a fogamzás ösztönzésére. A tartományban támogatjuk a második, harmadik és minden további gyermekvállalásához a mesterséges megtermékenyítést. Ez egyedülálló az országban. Az állam ugyanis csak az első szülött esetében vállalta a mesterséges megtermékenyítés költségeit. Ez nagyon fontos hír, ha tudjuk, hogy a tartományban évente 10 000-rel többen halnak meg, mint ahányan születnek. A kormányfő egyebek között elmondta azt is, hogy a hatalmi többséghez való tartozást az is tükrözi, hogy egyes párt rászavaz-e a költségvetésre. A Vajdasági Magyar Szövetség tartományi frakció azért támogatta ezt a pótköltségvetést, mivel ez a pótköltségvetés tartalmazza az Újvidéki Európa Kollégium 4. fázisának a befejezését. Ezen kívül tartalmaz 8,5 milliárd dinárt, amely a Magyar Nemzeti Tanács fog elkapni, illetve még egy 100 millió dináros csomagot is tartalmaz, amely a kis és a közép vállalkozások fejlesztésére lesz fordítva. Tóth Tamás, a Demokrata Párt képviselője szerint nagyon nehéz megvalósítani a nagy beruházásokat. A köztársasági kormány ugyanis nem utalja át a költségvetésből a Vajdaságot megillető alkotmányos részt. A képviselő a köztársasági kormány takarékossági intézkedéseiről a következőket nyilatkozta. Ami a nyugdíj, illetve a fizetések csökkentését illeti, egyértelműen, hogy ez nem fogja megoldani Szerbia gazdasági pénzügyi helyzetét. Ameddig Szerbiának nem lesz működő gazdasága, nem lesz hosszú távon fenntartható tervezett pénzügyi stabilitása, addig nem beszélhetünk gazdasági fellendülésről, gazdasági emelkedésről. A 2014-es évre a köztársasági kormány 1%-os gazdasági növekedést látott elő, most már ők is beismerik, hogy az 1%-os növekedésből 1%-os csökkenés lesz. Tehát
szemmel láthatóan, hogy nincs program, nincs stratégia, nincs a válságból kivezető út. A szerb haladó párt képviselői nem támogatják a pótköltségvetést, mert nincs fejlesztési eleme, nem tartalmaz egyetlen befektetési tervet sem, amely serkenteni a tartomány fejlesztését és kizökkenteni a válságból. Folytatódik tehát a tartományi kormány eredménytelen politikája. Nem támogathatjuk a pótköltségvetést, mert a kormányzat téves politikáját mutatja. A kormánynak meg kellene magyaráznia, hogy lehet az, hogy néhány hónapja még azt mondta, szükség van az eladósodásra, ma pedig, hogy nem. A képviselőház az esti órákban a Liga javaslata nyomán elfogadta a kőolajipari vállalat magánosítása miatti kártérítésről szóló információt. Nem csak a kőolajipari vállalat privatizációjáról van szó, hanem a természeti kincsek kiaknázásáról, illetve kizsákmányolásáról is, amely 2008 óta tart. A 60 képviselővel együtt, akik aláírták a javaslatot, azt követeljük, hogy a kőolajipari vállalat részvényeinek 55%-a a köztársaság tulajdonából kerüljön át a tartományéba. A Liga 37 alkalommal sikertelenül kezdeményezte a javaslat napirendre tűzését. A VMS elnöke a vita során közölte, hogy pártjának képviselői nem támogatják, mert pontatlanságokat tartalmaz. A szerb haladó párt szerint a Liga most visszaél a helyzettel. Megpróbálják kihasználni a demokrata párt gyengeségét és rákényszeríteni őket arra, hogy támogassák ezt a javaslatot, amely csupán napi politikai célt szolgál. Szerbia komoly állam, a tartományi kormány pedig komolytalan intézmény. Ilyen projektekben a szerb haladó párt nem vesz részt. A demokrata párt csupán azt szeretné, ha a kőolajipari vállalat részvényeit, illetve a nyereséget másként osztanák el, mondta egyik képviselője. Mi ebben gazdasági kategóriát látunk, a tartomány gazdasági autonómiájának egy részét látjuk benne. Erről a tartományi képviselőháznak véleményt kell mondania. A javaslatot 54-en támogatták, 32-en ellenezték, 2-en tartózkodtak, és 6-an nem vettek részt a szavazáson. Műsorunk központi témája a köztársasági pótköltségvetés és a közalkalmazotti bérek, meg a nyugdíjak csökkentése, illetve a kifizetés módjának idéglenes szabályozása, mert hogy egészen pontosan fogalmazva erről van szó. Ehhez a témához várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket is, ezúttal nem telefonon, hanem e-mailen. Vendégeim pedig Tóth Bátori Erzsébet, a Függetlenség Egyesült Ágazati Szakszervezet, újonnan megválasztott, a közelmúltban megválasztott elnöke, a Tartományi Bizottság elnöke, továbbá Újhelyi Lukács, közgazdász, és Pék Zoltán, köztársasági parlamenti képviselő. Önnel fogjuk kezdeni a mai beszélgetést. A köztársasági parlamentben a VMS is megszavazta a pótköltségvetést, amely egy ilyen törvénnyel járt, amelynek nyomán november 1-től csökkentett béreket, illetve nyugdíjakat kapnak az érintettek. A VMS szerint mi indokolja ezt az utóbbit, tehát a közalkalmazotti béreknek és a nyugdíjaknak a csökkentését? Kérem szépen, ez egy olyan téma volt, ami előbb-utóbb napirendre kellett, hogy kerüljön, és a kormány egy olyan határozatot, olyan bátor határozatot hozott, hogy végre egyszer leteszi az asztalra a kártyákat, kimutatja, hogy hol is állunk, mint is állunk, és egy olyan gazdasági intézkedést hozott, amivel az első lépéseket próbáljuk majd megtenni, hogy kilábaljunk ebből a úgynevezett gazdasági krízisből, spirálból. Képviselő úr, az elején akkor csak tisztázzuk röviden, tehát a közalkalmazottak, ezek lehetnek tehát a költségvetésnek a közvetlen és közvetett felhasználói. Tehát ez egy kicsodák. Plusz még, szóval minden olyan közalkalmazott, aki budzsetfelhasználó, direkt, illetve indirekt budzsetfelhasználók, intézmények, ami eddig nem voltak, közvállalatok,
itt még bele van számítva a Nemzeti Bank is, szóval sokkal szélesebb a meghatározása, mint magánál az úgynevezett szolidáris adónál, ami kategória volt. Itt minden, ahogy a törvény is mondja, minden közalkalmazottat érinti. Ez említette a szolidáris adót, az viszont most november 1-ével megszűnik? Igen, október 31-ével szűnik meg, november 1-ével lépett érvénybe ez a két törvény. A különbség a két kategória közt, amit nem igazán foglalkoztak vele, a szolidáris adó nem érintette nyugdíjakat, vagyis a nyugdíjasokat, most ezen törvények a nyugdíjasokat is érintik. Igen. A közgazdász szerint egy ilyen lépéssel kellett volna kezdeni vagy folytatni, mert most hol állunk a reformokban ön szerint? Már elkezdtük a reformokat? Hát igen, és a legérzékenyebb kategóriával kezdtük el, ez a nyugdíjasok és a úgynevezett fölépítménynek a dolgozójai. Úgy érzem, hogy ez a lépés ki volt kényszerítve. El kell azt is ismerni, hogy ez a kormány kapott, amit kapott. Az elmúlt 10 évben, amit nem csináltuk meg, nem dolgoztunk úgy, hogy kell, ennek a gyümölcsét most teljes erőben születőjük. Ellenben azt is meg kell mondani, hogy az igazi nagy pénzek, ami a szerbiai budzséből kimegy, az az úgynevezett átszervezésre váró vállalatok, amely terhelik a szerb büdzsét. Ezekkel kellett kezdeni szerintem, de hát azt hiszem ők is sorra kerülnek nagyon gyorsan, mert ez a 300-400 millió euró ebbe a büdzsében nem túl nagy eszköz. Igen. A szakszervezet az hajlik-e arra, hogy megvárja ezt a másfél évet? Tehát van-e a szakszervezetnek türelme, mivel hogy a parlamentben hallottuk, hogy az érintett is úgy egyáltalán a polgároktól másfél éves türelmet kértek? A szakszervezeti tagságunk véleménye az, hogy fogytán a türelem, és tiltakozásokkal próbáljuk elejét venni annak az elszegényedési hullámnak, amit ez a 10%-os fizetés bérmegvonás tartalmaz. Úgy gondoljuk, hogy a két nagy szakszervezeti ágazata, az egészségügy és az oktatás nem érdemelte meg, a szakma nem érdemelte meg, hogy ilyen bánásmódban részesüljön. Inkább a fizetési osztályokat és inkább a kollektív szerződések megkötésén kellett volna, hogy munkálkodjon a kormány, és véleményünk szerint és hát ez irányba már lépéseket is tettek, az Alkotmánybíróságnál pert indítottak a nyugdíj megvonás miatt, mivel ez szerzett jog, és a függetlenség szakszervezet jogászai, amennyiben jogorvoslást a hazai Alkotmánybíróság nem ad, akkor a Strasbourg és az Európai Bíróságokhoz fognak fordulni. Véleményünk szerint a szerzett jogot nem lehet megvonni. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a 10%-os bérmegvonással nagyobb kár keletkezik, mert mindenkinek a saját családjában az a kis pénz is sokat jelent, és nem hisszük, hogy ezzel meg tudjuk menteni a költségvetési hiányt. Jó, egyelőre ennyit köszönöm. Most a képviselő úrral megpróbáljuk egy kicsikét jobban elmagyarázni egy ábra segítségével, hogy tulajdonképpen otthon is ki lehet számolni, hogy kinek mennyivel csökken a járandósága. Készítettünk tehát egy táblázatot, hogyha láthatjuk, és ennek a táblázatnak, tehát az első oszlopában fel vannak tüntetve a bérek és a nyugdíjaknak az összege. A második oszlopban van az, hogy a vonatkozó törvény értelmével mennyiben csökken a nyugdíj, a harmadikban pedig, hogy mennyivel csökken a közalkalmazotti bér. Na most arra kérek magyarázatot, hogy ott az 50 ezer dinárnál látszik, hogy a nyugdíjak azok nagyobb mértékben. Ez igen, ön szerint ez így elfogadható, vagy mi indokolja, most ugyanazt a kérdést teszem föl? Ez egy érdekes kérdés, mint ahogy a törvényben előírja, hogy maguk a fizetések lineárisan csökkennek 10%-kal 25 000 dinárom fölül,
A nyugdíjaknál pedig progresszív módszer van, a 25-től 40 ezer dináros nyugdíj különbségre 0,22-es koeficiensre szorzószám, illetve 40 ezer dináron fölüli nyugdíjaknál pedig még egy szorzószám lép bele a képbe, ez a 0,25-ös szorzószám, ami 40 ezer dináron fölötti nyugdíj részt szorozzák be, és való igaz, hogy az 50, 45, 47, 50 ezer dináros kategóriánál a nyugdíjaknál nagyobbak a levonások, mint a fizetéseknél. Hogy miért döntött így a kormány, arról a miniszter úr egy magyarázatot mondott, amit én nem igazán tartok elfogadhatónak. Én inkább úgy érzem, hogy ezen nyugdíjasoknak a száma, akik 50 ezer dinár és azon fölül kapnak nyugdíjat, az jóval kevesebb, mind a munkások száma. Igen. Hát ezzel több kérdés megválaszolásakor így érvelt. De akkor a laikus például fölteheti a kérdést, hogy ha kevés emberre vonatkozik, akkor mi lesz a hozadéka? Tehát akkor valamit bevezetünk kevés emberre, akkor nem fogunk elérni semmit. A hozadéka annyi, szerény vélemény szerint, hogy nem szabad semmilyen kategóriát kihagyni, mert eddig a szolidáris adónál ez megtörtént, most pedig mindenkinek kell egyformán viselni a terhet. Szóval azért progresszív, minél több a jövedelem, annál nagyobb a úgymond a levonás. Maguknál, hogyha megnézzük a nyugdíjaknál, olyan 1,5 millió nyugdíjas szinte nem volt érintve, 1 millió 40 ezer nyugdíjas nem érint a dolog, mivel sajnos olyan kevés a nyugdíjuk, hogy 25 ezer dináron alatt van, illetve egy olyan 500 ezer embernek van még körülbelül 40 ezer dinárig nyugdíja, amire a 10%-os, körülbelül 10%-os levonás van, azon fölül pedig nem igazán van olyan rengeteg nyugdíjas, aki érintett. Még egy érvelés eszembe jutott, és itt majd a szakszervezet képviselőjétől is kérek reagálást. Erre, tehát ez a 25 ezer dinár, ez egyfajta küszöb. Igen. És akkor, ha jól tudom, a Sloga nevű szakszervezet tette fel a kérdést, hogy akkor a minimál bér meghatározásánál miért nem ezt a küszöböt vették figyelembe, mert a minimál bér ez alatt van. Igen, ez egy nagyon érdekes hozzáállás. Magyarázatot nem tudnák adni, mivel, hogy őszinte legyek ebben, nem is gondoltam rá, hogy lett pont 25 ezer dinár. Igen, hát a szakszervezetnek mi a véleménye akkor erről a küszöbről? Ez a 25 ezer dinár, ez honnan? Ez a 25 ezer dinár, ez szerintem egy olyan küszöb, ami a szegénységnek a határát határozza meg, és hát az viszont számomra is egy rejtély, hogy miért nem lehet a minimálbér 25 ezer dinárig. Sajnos a szakszervezetek valószínűleg nem tudták kiharcolni ezt a bérhatárt, mert a Munkáltatók Uniója úgy gondolta, hogy ennyi, és a kormánnyal egyetértésben, hogy hát ekkora emelést ebben az évben nem tudnak megvalósítani, és hát az a gond, hogy itt nem az emberek állnak az előtérben, hanem a pénz. A pénz jelenik meg, és ez a pénz körüli, hát mint egy jelkép, az próbálja kikerülni azt, ami egy emberi. Egy emberi hozzáállás az egy 25 ezer dinár biztos, hogy mint minimálbért megérdemel. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, nézzük meg most a zentai riportunkat, ahol a zentai kórháznak az igazgatója és két alkalmazottja beszél, reagál a felvetett témára. Az egészségügyi intézmények helyzetét tovább nehezíti a létszámstopp és a dolgozók bércsökkentése is. Nekünk már február óta vonják a bérünkből a 10-25%-át, most attól függ, hogy ki mennyit keres. Hát először nagyon rosszul esett, megmondom őszintén, hát most nem lehet ezt megszokni, de hát nekünk ez már nem új, és hát nem is keveset vonnak le, úgyhogy, és nem csak az alapbérből vonnak le, hanem az ügyeleti pénzből, ami azt jelenti, hogyha éjszaka dolgozunk,
abból a pénzből is levonják a 10-25% attól függ, hogy ki melyik csoportba tartozik. Sőt, itt van a szombat, vasárnap, ami egy 24 órás munkát jelent, ami reggel az ember eljön az ember 8-kor, és másnap 8-ig dolgozik, úgyhogy hát most nem számoltam ki pontosan, mert nem számoltam, de körülbelül, hogyha 5-6-at ügyel az ember, akkor 3 ingyen van. A helyzet azonban az ápolók esetében sem jobb. Évek óta nem növekedett a bérünk, hosszú évek óta ugyanazt a fizetést kapjuk, amit eddig kaptunk. Az inflációt nem követte a bérnövekedés, úgyhogy még hogyha most ezt csökkentik, akkor bizony lesznek olyan családok, akik komoly gondokkal fognak küszködni. Éppen ezért valószínűleg sokan kénytelenek lesznek majd valamilyen plusz munkát vállalni. Szerintem mindenki próbálja feltalálni magát ebben a helyzetben. Az biztos, hogy minden családban jól jön a plusz munka, a plusz bevétel. Én gondolom, hogy mindenki megpróbál maximálisan. Csak az a baj, hogy munka után még aki plusz munkát vállal, az bizony fáradtan jön másnap a munkába. A kórház igazgatója azt mondja, az egészségügyi dolgozók fizetése egyébként is alacsony, éppen ezért a bércsökkentés szerinte további negatív következményekkel is járhat. Itt is attól félek esetleg, hogy ez újabb elvándorláshoz vezethet. Én biztos vagyok benne, hogy erre, vagy föltételezem, hogy erre a restrikcióra szüksége van. De abba bízok, hogy a nagy politika nem restrikcióba fog gondolkodni, mert az sehova nem vezethet. Most biztos egy áthidaló megoldásként föltételezem, hogy csak mérlegelték, de ez rossz hatással van. A kedvre, a munkakedvre, mindenre úgy gondolom, hogy ez rossz. Azt, hogy mindez érinti-e majd a betegeket, és ha igen, hogyan, egyelőre senki sem tudja. Addig azonban, amíg ez kiderül, nem marad más, mint az elmúlt évek során oly sokszor a jobb jövőbe vetett hit és a helyzet jobbra fordulásában való bizakodás. A gazdasági reform lényege, hogy fellendüljön, hogy elinduljon a termelés. Ez az intézkedés vajon hogyan fog kihatni erre a folyamatra? Először akkor kezdeni, ez egy rövid távú megoldásnak látszik. Azt is még, én azért visszatérnék még a nyugdíjakra nagyon röviden. Majd még beszélünk róluk, igen. De csak ebben a úgynevezett százalékokkal. Igen. Nagyon fontosnak tartom azt kijelenteni, ha visszanézik 20, tehát akik már tudunk több 10 évre visszamenni, akkor volt egy úgynevezett skála. Az emberek kerestek, aki nagyon jól keresett, volt a középosztály, volt a kicsit gyengébb kereső, és volt a úgynevezett minimális kategóriában, akik kerestek pénzt. Na most ezek alapján fizették be a nyugdíjakat, az egészségügyi, stb. Megfelelő százalék az alapban, igen. Na most, ha most megnézzük ugyanezt a metszetet, az elmúlt néhány évben látjuk, hogy 90%-a a minimálisat fizeti. Na most itt meg kell kérdezni ezt, hogy valóban mindenki minimális fizetés kap? Mármint, hogy a munkaadó a minimális bérre fizeti a járulékokat. Na most a kérdés az, hogy ez mindenki fizet. Mert ha ebben, hogy a nagyobb nyugdíjasokat jobban sújtott, egyszerűen oda vezetett, mert Szerbiában nem nagy divat befizetni a járulékokat, igen, azt fizetik, amit muszáj, igen, és ezzel biztos, hogy negatív hatás fog elérni. Mert ha te egyértelműen látod, hogy várjál, miért kell nekem befizetni, akkor azt jelenti, hogy zsebet tettem volna, akkor jobban jártam volna. Tehát itt, igen, a szakszerűen teljesen igaza van, mert van még egy megoldásuk, hogy az állam jó volna, miatt elvette volna így, azt minden mondta azt, hogy kérem szépen, kérjök tőled a kölcsön. Hogy az állam fölveszi a kölcsönöket, kérjön kölcsönt az ő munkásaitól. Akár a nyugdíjasoktól, akár a közös, azt mondjuk, hogy kell nekünk 300-500 millió euró, adjátok ide 10 évre. Adunk ért ennyi még ennyi kamatot, amit majd később visszakapjátok. Az állam rossz helyzetben van, kell, hogy segítsetek. Itt élünk együtt. Szerintem ez így jobb lépés lett, sajnos ezek a, megint azt mondom, hogy ha lemaradunk valamiről, utána amikor ég a ház mindenfelé, akkor rengeteg hiba is van, és ide jutottunk, ahova jutottunk. Igen.
És hát akkor térjünk vissza arra, hogy ezt a körforgást is megakadályozzák gyakorlatilag, mert nem serkenti a fogyasztást, hogyha kevesebb a pénz, tehát csökken a fogyasztás, és ez negatívan hat ki a termelésre is, ami gyakorlatilag a reform lényege lenne. Egyértelmű ez, ha mi restrikcióban gondolkodunk hosszú távon, ez nem vezet sehova. Nekünk ezt meg kell oldani a budzsét, hogy ez valóban be tudjuk zárni, addig, hogy a kormány lélegzetvételre jusson. Ha akarjuk, hanem a jövő évet is muszáj lesz valami ingatlant eladni a kormánynak, hogy be tudja zárni, hogy az mi lesz, azt ők tudják, hogy most már hallunk valamilyen híreket. És én úgy érzem, hogy ha ezt bezárják, akkor nagyon fontos rátérni arra 150 vállalatra, hogy ezt levenni a budzsett terhéről, még ha ingyen is odaadjuk valakiknek azokat vállalatokat, hogy csak ne terhelje tovább a köztársaságot, utána valóban azok az ágazatok felé fordulni, ahol mi valóban tudunk termelni, és mert mi tudunk. Kezdjük abból, hogy hol vannak a mi falvaink, hol vannak a mi szövetkezeteink, miért nem szervezzük azt, ami legegyszerűbb, mindig azt mondjuk, hogy van az magyar orosz testvér. Az mindent eljel, vegyük úgy. Hát miért nem vásároljuk fel az összes termést? Tehát ez nem kell mindig nagyba gondolkozni. Én azt mondom, mindig kis falavú kezdjük el, szedjük össze az embereket, és a legegészségesebb, legtisztességesebb rétegen még mai napig a mezőgazdászok, a földművesek, és ővelük, ha leülszünk, megegyező velük, akkor tudod, hogy mit termelnek, és hogy hova kinek bőrde van, mennyiért. És mit várhatunk az újabb privatizációs hullámtól, hogy úgy mondjam, most kell, hogy lezáruljon ez a nyilvános pályázat? Annyit szeretnék visszatérni, hogy magához a költségvetés, illetve a módosításához. Ezek az intézkedések, mint ahogy mondta a Lukács úr, hogy nem biztos, hogy hoznak olyan várt eredményeket, amit szeretnék. A 300 milliárd dinárról van szó 3 évre előrevetítve, de nem ezek az intézkedések úgy gondolom a legfontosabbak, ami a maga a gazdasági krízisből való kilábalást illeti, hanem az elkövetkező évben, illetve években, amiket várunk, mégpedig, ahogy említettük, ezek a rekonstrukcióban lévő privatizáció előtt lévő vállalatokról van szó. Itt egy 800 millió eurós költségként terheli a büdzsét, vagy a költségvetést. Ez egy őrült teher, amit meg kell oldani. Igen, most lassan zárul a maga a privatizációnak, igen, az első lépése. Hát most, hogy abból az 500 pár ezer vagy pár száz vállalatból, hogy mennyit sikerül eladni, ez még titok. Reményeink szerint 100-150 vállalat. Hogyha el sikerül adni, akkor többi a csődbe kell, hogy menjen, ami megint egy problémát fog okozni, de mindenféleképpen meg kell oldani ezt a terhet, valamiféleképpen meg kell szabadulni, mert évek során, sőt évtizedek során ezek a vállalatok a költségvetés terhén éltek, illetve ami még nagyon fontos itt megjegyezni, hogy vannak olyan közvállalataink, sajnos, még az idei költségvetésben is, aminek nagyon nagy garanciákat kapnak. A pótköltségvetés, igen. A pótköltségvetésben is benne vannak, ugyanúgy minden évben benne voltak, itt a Szerbia Gáz, mondjuk rá a legnagyobb. De milyennek az oka? Mitől félnek, hogy kimondjam ezt a szót? Maga a fogyasztás, úgymond, amit bekapunk, behozunk gázt, az úgy mondjam, hogy a vállalat drágábban hozta, olcsóbban adta, szóval nem piaci feltételek közt ment a kiadása neki. Ez a szociális békének a megtartása, hát eddig úgy tűnt, igen, és ezt az országnak kellett állandóan úgymond garanciáként fölvállalni, és itt az a lényege, hogy például nyugaton, hogyha adnak garanciákat, az 10%-a, amit úgymond érvénybe léptetnek. Nálunk meg sajnos 95%-a, amit kiadunk garanciát, az biztos, hogy megfizettetésre kerül.
és ezt szeretnénk, illetve már az előző költségvetésben is például a VMS-nek volt egy olyan álláspont, hogy ezt kellene csökkenteni, csak olyan garanciákat vállaljunk, ami a befektetésekre mennek, nem pedig a likviditásnak a fönntartására. Sajnos ez nem így történt, az idei költségvetésben még mindig benne vannak, de az elkövetkezőkben fogják ezt kieszközölni. Nem hiába mondta a miniszter úr, hogy vannak olyan költségek, ami a vonal alatti költségek, ami a mostani költségvetés modelljében, illetve a kimutatásában nem igazán látszanak. Úgyhogy lehet, hogy maga a hiány nagyobb is, mint ami a költségvetésben látszik, mert itt a közvállalatoknak az úgynevezett adósságai, bérei, közvállalatban dolgozóknak a bérei, akkor garanciók, ezek nincsenek annyira módon kimutatva, hogy látszólag legyenek, vagy láthatóak legyenek, de az elkövetkező időben egy olyan ígéretet kaptunk, ami átalakul majd a metódus, illetve a módszerek kimutatására, hogy minden képviselő előtt ott legyen, hogy valójában a pénzügyi helyzetnek a keresztmetszete, és arról tudjon vitázni. Ne kelljen keresgetni, hogy mi hova van eldugva. Igen. A közelmúltban módosították a privatizációs törvényt is. Ez most garantálja azt, hogy ebben a körben ne védsünk olyan hibákat, amelyek hát igen súlyos válságot okoztak egyes vállalatok. Nézze, garancia nincsen semmire, se hát emberek vagyunk, úgyhogy az ember tévedhet. Mindenféleképpen a törvények azok úgy voltak előlátva, illetve meghozva, hogy várták a jelentkezőket. Én próbáltam a privatizációs ügynökségnek az internet oldalára hosszú, egy jó 10 napig ránézni, illetve rákapcsolódni, és egyáltalán nem bírtam. Szóval az azt jelenti, hogy annyira elfoglalt volt az internet oldal, hogy az érdeklődők, sok érdeklődő volt. Most még arról kimutatást nem láttunk, hogy kik azok, és illetve hogy sikerül majd eladni. Mindenféleképpen reménykedünk, hogy megfelelő létszámú vállalatot tudnak eladni, mert ez mind a költségvetés úgymond terhéről le fognak esni, illetve a gazdaság be tud indulni, új munkahelyeket tudnak teremteni, és az úgymond, akik csődbe kerülnek vállalatok, ott föl kell, hogy mondjanak embereknek, itt pedig új embereket kell, hogy elhelyezzenek. Ez valamiféleképpen egy körforgás. Igen. Kell, hogy beindítsunk. Most egy kis szünetet tartunk, és akkor utána Erzsébettel folytatjuk. Nézzük meg, most visszatérünk egy riport erejéig még egyszer a nyugdíjasokhoz, a múzsiai riportot. Csíkos Anna és Ernő 46 éve házasok. 2005-ben egyszerre vonultak nyugdíjba. Anna a nagybecskereki gumigyárban dolgozott. A hír, hogy nyugdíjukat lecsökkentik, megdöbbentette őket. Hát nagyon kifoghatni, mert mi, amióta nyugdíjba vagyunk, mi le is betegedtünk, úgyhogy nekünk gyógyszerre van szükségünk, amit 80%-ba a mi költségvetésünkből kell fizetni, tehát a zsebünkből, amit nem kaphatunk vényre, ahogy mondják, és az ugye életünk végig. Tehát több alkalommal kell, hogy eljárunk az orvoshoz is, több pénzbe kerül az is. Úgyhogy nekünk le kell mondani bizonyos dolgokról, tehát ilyen utazás nem lehet. 3 unokánk van, akik kitöntanulók, és nagyon jó sportolók, élsportolók, ami mindenki tudja, hogy nagyon sok pénzbe kerül, és akkor eddig besegítettünk a buszjegyek árába, meg egyébbe, de erről aztán mostan le kell, hogy mondjunk, mert ezt nem tudjuk nekik aztán megadni. Ennek a rendeletnek az értelmében a nyugdíjak mellett a közalkalmazotti béreket is csökkenteni fogják. Erre a Muzsiai Szárvó Mihály Általános Iskola alkalmazottai figyelmeztető sztrájkkal reagáltak. Azt hiszem, hogy a fizetés csökkentés nem az oktatásnak a minőségét fogja javítani, épp ellenkezőleg. Annak értelmében, hiszen az oktatás képezi ki minden kádert, kezdve a szakképzett munkásoktól, az orvosokon, egészen a politikusokig. És én nagyon érdekes, hogy ebben az esetben a politikusok elfelejtették, hogy azt az alapfokú, középfokú oktatást, amelyben lettek kiképezve, ez milyen mértékben járul hozzá, hogy valakit egyetemi szinten folytassa a tanulmányt, és ezt elfelejtették, és az oktatásnak a helyzetével
amivel akarják a költségvetést ilyen vonalakban rendezni. Gondolom ez egy nagyon helytelen, abból kifolyólag, mert az oktatás a társadalomnak azon kereke és azon mozgatója, a nép napszámosának nevezték az elmúlt időszakban, és ezért is kellene épp az oktatást kivenni ezen intézkedések alól. Az iskola zavartalan működését az is nehezíti, hogy új alkalmazottak foglalkoztatásához a minisztérium engedélye szükséges. Ennek a kérdésén kapcsán vannak olyan betöltetlen munkahelyek, amely több mint egy éve váratnak magára, hiszen nem kaptuk a minisztériumnak a beleegyezését, hogy ezeket a munkahelyekre kérjük a pályázatot. Itt olyan személyek dolgoznak, akik meghatározott időre dolgoznak, a pályázati kiírási lehetőségét várjuk. Tehát ezek egy olyan bizonytalansága, amely tulajdonképpen az iskola hosszú távon a menedzsmentje nem tud tervezni ennek a kérdésnek a kapcsán. Várjuk az illetékeseknek a magyarázatát, illetve a ehhez kötődő kísérő aktáknak, illetve szabályzatoknak a megfogalmazását. A foglalkoztatási tilalom a jövő év végéig lesz hatályban. A függetlenség szakszervezetet a másik reprezentatív szakszervezettel egyetemben a közelmúltban felvették az Európai Szakszervezetek Szövetségébe. Tapasztalatot tudtok-e cserélni az európai szakszervezetekkel, amelyik esetleg az ilyen helyzetet tudja rendezni, mint például ilyen bércsökkentés? Körvonalazódik az a szakszervezeti, európai szakszervezeti gyakorlat, hogy tulajdonképpen hazánkban a szociális párbeszéd hiánya okozza a legnagyobb gondot, mert ha a kormány, mi tudjuk azt, hogy reformokra van szükségünk, 2000 óta várjuk ezeket a reformokat, és az eddigi kormányok nem megfelelő módon reagáltak, és nagyon sajnáljuk, hogy hát ez most mind a dolgozó nép hátán próbálják megvalósítani, és hát úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő módon, mert bizonyos párbeszéddel sokkal könnyebben lehet túljuthatnánk ezen a, hát ezen a gyakorlaton. Az európai szakszervezeti szerveződés az ágazatokban szerveződik, és az ágazatokban vannak tripartit megbeszélések is, de a legnagyobb gyakorlata a kétoldalú megbeszéléseknek van, ahol a munkáltató és a munkavállaló az egyes ágazatoknak a kérdései köré hát csoportosul. Ezeket az Európai Szakszervezetek Szövetségébe a két szakszervezet október 22-én került be. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az Európa Unió a megfelelő saját szervezetében hamarabb fölvette a szakszervezeteket, mint az államot, és ez egy jelzés értékű az állam irányában. Térségünkben az utóbbi hónapokban európai szociális párbeszédre vonatkozó kutatásokat folytatnak. Nap mint nap kapunk olyan űrlapokat, ahol bizonyos dolgokat ki kell tölteni, és hát ezek begyűjtésével próbálják föl térképezni, hogy milyen a szociális párbeszéd Szerbiában. Szaktanácskozásokon is részt vettünk, a Munkástanácsok Országos Szövetségének az Európa Unió volt a megfigyelője, ahol szintén a szakszervezetek elmondhatták a véleményüket, és hát ezek a fórumok mind-mind oda vezettek, hogy a legutóbbi két azzal telt el, hogy egy ilyen kerekasztal megbeszélést szerveztek Belgrádba, de volt ilyen Újvidéken is, és hát a két szakszervezet részére a Szlovák Köztársaság letett egy ilyen törvénytervezetet. Ez a munkaügyi törvénynek az európai gyakorlattal történő összhangját jelenti. Na most ez a törvénytervezet, ez azt taglalja pontosan tételről tételre azokat a dolgokat, ahol a munkaügyi törvény nincs összhangban az európai gyakorlattal.
és hát ezért próbáltuk fölhívni akkor a kormány figyelmét, hogy ne hamarkodja el a munkaügyi törvény meghozatalát, próbáljuk ezeket a törvényhozó elé egy ilyen párbeszéddel végigvinni, és hogy hát gyakorlatilag ne kelljen újabb módosítási folyamatba belelépni. Most az a gyakorlat, hogy hát a háttérben mégis megindult a nemrég meghozott munkatörvénynek a módosítása. Hát alig, hogy megszavazták, rögtön be is jelentették. Hát ez tényleg a laikus is azt fogja mondani, hogy ez itt valami nem stimmel a munkaszervezésben. Akkor laikusnak elmondjuk, hogy igen. A törvényt azt úgy kell felfogni, mint egy élő matériát, ami állandóan változik. Hát állandóan változik, de ha megszavazzuk, és másnap már módosítani hát akarjuk. Hát azért nem igazán szokták módosítani. Hát de úgy mondták. De mivel a törvényben azért van, hogy nem úgymond fix és bebetonozott dolog, hanem ami úgymond javítható, az állandóan lehet beadni rá törvénymódosítási javaslatot, hogy magát a törvény tökéletesé tegyék, és ha megfelelő javaslatok fognak a kormány, illetve a parlament elé kerülni, azt megvitassák a képviselők, és lehetséges, hogy el is fogadják. Mivel, mint ahogy mondtam, hogyha meghoztunk egy törvényt, az nem jelenti azt, hogy nem lehet változtatni. Igaz, nem, úgymond nem szokás, hogy meghozzuk, és akkor egy héten belül, vagy egy hónapon belül változtatjuk, de a mi jogrendünkbe ez, hogy mondjam, még nem bevált gyakorlat, de mint ahogy látjuk a közjegyzőkről szóló törvényt is a mai nap folyamán tárgyaltuk újra, ahol egy módosítást is vezettünk be, illetve majd ki is lesz szavazva. Azt akarom mondani, hogy az országunknak az a jellemzője, hogy sajnos, hogy egy törvényt könnyebb meghozni, mint alkalmazni, mint betartani. Most adjunk egy kicsit szót a közgazdász úrnak, tehát hogyha a pénzügyi helyzetről beszélünk, hogyha a költségvetésről beszélünk, itt más dolgok is befolyásolják azt, hogy nincs elég pénz. Tavaly ilyenkor emelték meg, ha jól tudom, az áfát, de nem lehet megfizettetni, vagyis hát gyenge a megfizettetés. Nagyon elterjedt még mindig a szürke gazdaság, tehát nem töltik a kasszát. Hol itt a megoldás, vagy hol kellene folytatni, hogyha ezt úgy vesszük, mint egy kezdő lépést? Arról kéne kezdeni, hogy van Szerbiában egy szerb kormány. A szerb kormánynak a kötelessége, hogy a kormányon belül a pénzügyminisztérium vezeti a pénzügyi politikát, és a pénzügyi politikát még végrehajtja a Szerb Nemzeti Bank. Na most ebbe a szférában, amikor valamelyik fogaskerék nem dolgozik úgy, ebben a pillanatban jelentkeznek különböző gondok, amit maga is most mondott. Én visszatérném most kicsit, kikerültük vagy a Szerb Nemzeti Bankot, amely nagyon-nagyon fontos láncszeme ennek az egész milliónknek, ahol vagyunk. Kezdjük avval, hogy tény, hogy a Szerb Nemzeti Banknak egyik legfontosabb feladata az, hogy az árfolyamot úgy, ahogy kordában tartsa. Mégpedig lebegő árfolyamon. Lebegő árfolyam azt jelenti, hogy a dinárhoz képest, a fizetőeszközünkhöz képest a devizákat nézzük a kínálat kereslet alapján, avval, hogyha rövid távon valaki nagyobb mennyiségű devizát vagy dinárt kínál a piacon, hogy ne legyenek azok a nagy megrázkódtatások, akkor a Nemzeti Bank itten be kell, hogy lépjen az ő eszközeivel, tehát felvásárolja az eurót, vagy euródó piacra, attól függ. Na most... A közelmúltban volt is egy kicsit érezhetőbb ilyen ingadozás. Igen. És el kell azt is ismerni, hogy egy év alatt a Szerbia most az elmúlt 10 évben a harmadik év az, amely komoly gazdasági krízis van magában Szerbiában. A szót, hogy recesszió nem nagyon szereti senki mondani, de, mert az egyértelműen van definiálva, de ebben az összetett mi helyzetünkben mi igazából recesszióban élünk.
ahol a hallgassuk az emberekhez, nem emeltük a fizetésüket, mert nem tudom hány év óta, állandóan emelkednek közben az árak, tehát maga módján termelésünk esik, tehát maga módján egyértelmű recesszióban vagyunk. De mit is jelent az, Lukács? A recesszió azt jelenti, hogy az inflációhoz képest van egy termelésünk. A termeléshez képest mindig a Nemzeti Bank több massza pénzzel rendelkezik, azért, hogy a beruházási kedvet és a termelési kedvet fenntartsa. Amikor recesszió azt jelenti, hogy minden megáll. Megállt, és ez sajnos ez várható 2015-re is. Semmi jó nem várható ilyen. Hogy lesz akkor 2016 végére jobb, ezt mondta a kormányfő. A kormányfőnek muszáj optimista legyen, az a kormányfő. De egyértelmű az is, hogy ő, amit 10 évig még egyszer nem csináltunk, ő 2 hónap alatt nem képes megcsinálni. Látjuk, hogy hatalmas energiával dolgozik, próbál megszabadulni ezekkel a hatalmas vállalatoktól, amit a nyakunkba szedtük, vegyük azt Mederevóé. Vasműveket. A vasműveket nagy boldogon átvettük, milyen olcsón, és most megnézhetnénk azt a nagyon olcsóságot, hogy az nekünk mennyibe kerül. Most megint amerikai partnere lesz? Már egyszer hát volt úgy, neki. Igen, úgy tűnik, hát most hát, hogyha a US Steel-nek nem volt kifizetődő, akkor hogy lesz másiknak kifizetődő? Ez aki vásárolja, csak azt tud róla. Ezek a Lukács úrra, hogy a kormányfő rettent nagy energiát fektett, és nagyon ambíciós, és hogy tényleg az is kell, hogy legyen. De máskülönben nem tudom elképzelni, hogy egy vezető személy ne legyen ilyen beállítottságú, de abba egyezek, hogy amit 10-10 évig, vagy lehet, hogy még több évig sikerült lerombolnunk, azt 1-2 hónap alatt lehetetlen. Igen. Újra felállítani, de lassú lépésekkel azért el lehet kezdeni. Igen, de a korábbi vezetés, a Demokrata Párt vezette hatalom is azt mondta, hogy a háborús időszaktól 20-valahány évig tették tönkre, és nem lehet. Tehát értem én ezt, hogy nem lehet rövid idő alatt. Lépni, ez a gond, hogy igen. Lehet, hogy szóba elmondták, de semmilyen lépés nem tettek. Én ezt úgy szoktam magyarázni, illetve mondani, hogy van egy tó, és elkezdtünk süllyedni, most leértünk az aljára, tónak az aljára, tovább már nem bírunk süllyedni, muszáj, hogy elrugaszkodjunk, hogy végre próbáljunk kibúszni a víz tetejére. Hát most az elrugaszkodás fázisában vagyunk, és remélem, hogy egyszer majd ki fogunk kúszni. Ami nem lesz 2 hónap, lehet, hogy nem is lesz 2 év, De több év alatt lehetséges. Igen. Említettük a szürke gazdaságot. A közgazdás szerint ezt hogyan lehetne már csökkenteni, hogyan lehetne a törvényes keretek közé? Van szürke gazdaság, még van fekete, fekete gazdaság. Fekete, igen. Szürke az, aki valamit még fizet is adót, a fekete, aki nem fizet semmit. Na most ahhoz képest, hogy minden gyárunk megállt. Beszéljünk inkább a Tisza mentéről, azt hiszem, itt mindannyian Tisza mentiek vagyunk így, és hogy csak nézzük egy metszetet, hogy néz ki Kanizsa most, hogy nézett ki 20 év ezelőtt, hogy néz ki Zenta most, hogy nézett ki 20 év, vagy Ada egész becséi. Látjuk, hogy például Kanizsának több mint 8000 foglalkoztatja volt 15 év ezelőtt, most még van 2000. Ezek az arányok az összes ezekre fejlett községükre jelen vannak. Na most, hogy tudta ezt meggátolni? Hát ugyanek az embereknek nincs munkájuk máshol. Képtelenek, hát világos, hogy kimegy a piacra és árulja azt, amit tud. Legalább magát eltartja. Igen. Na most ezek azok az összetett, és ezért is kicsikét nagyon nehezen tud hozzányúlni akárki ehhez a dologhoz. Azért kellene beindítani a vállalatainkat fokozatosan, már a hónapra nem lehet. Van egy közgazdász hozzáállás, hogy ha ezt mi 20 évig romboltuk le, én azt mondom, vegyük a 2000 év, nem a 2000, úgy vegyük, hogy 1999-től tudjuk a lengyük azról, az egészet a mai napig, az vegyük, hogy 20 év, 25 ezer, de 20-at vegyünk, legalább annyi kör, ha nem dupla. Igen, de mi lenne az a kezdeti lépés, ami... Fokozatosan, nem lehet már a hónapra. Hát én mindent tönkretettél. Meg kell nézni, mit van és mik az alapbázisaid. Mi az, ami van ebben a pillanatban reálisan rendelkezik, és melyik az a termelés, amit igazán tudunk termelni, és ki tudunk is vinni, vagy el tudunk adni. Mezőgazdaság. Ez a mezőgazdaság. Na most nekünk el kell kezdeni járni a falvakat, fölírni. Pista bácsi maga hány disznót tud nevelni? Nagyon
kicsit kezdetlegesen beszélek, igen, azt mondja, én tudok 10-et, maga ment 20-et. Összesen felírtuk, hogy az X faluba 500 disznót tudunk nevelni, 6 hónaponként. Na nézzük, de nekem nincs pénzem már, koncentrátok, kiadja a koncentrátot. Milyen arányban csináljuk, és az államnak muszáj beleavatkozni a gazdasági mozgásokba, ha látjuk, hogy mi van a környező országokban. Látjuk, hogy Románia, Magyarország, Horvátország, mindenütt beindították a kormányok, teljesen a gazdasággal foglalkoznak. Magyaroknál megválasztották a külügyminisztérium nevét, külgazdasági minisztériumnak hívják most már őket. Tehát azon van a lényeg, az a lényeg a termelésen. Na most nekünk, ha ezt csináljuk, így fokozatosan, akkor el fogunk tudni lérni. Az, hogy most hogy ne csináljuk tovább, nagyon fontos megszabadulni ettől a 150 mondok vállalattól, és azokkal a resurszokkal, amikkel rendelkezünk, azokat kell fölkarolni. Szerbiában nagyon gyorsan föl tudjuk karolni, csinálni a téli turizmust, ott a Kopaonik az gyönyörű hely, ott van az a több hegyünk, tehát maga módján itt mi bírunk hova nyúlni. Nekünk muszáj a Beogradot is forszírozni, mert a Beograd egyáltalán nem gyengébb város, ha hozzánézzük, vegyük ki Prágához, lehet, hogy is kicsit nagyobb. Tehát engedjék meg, hogy hasonlítson kicsit össze Budapeste, Bécse, vegyük azt, hogy kicsit gyengébb, de nem 20-szor. Beográdnak nézzük, hogy mennyi most a jövedelme turizmusból, és mennyi Budapestnek, vagy Prágának, vagy Bécsnek. Tehát nekünk van rengeteg lehetőségünk, de ide elkezdünk dolgozni. Ezért idénk megint vissza a Nemzeti Bankra, hogy a Nemzeti Bank is nagy veszteséget csinált a 2013-ban. Nagyságrendben a 44 milliárd dinárról van szó. Az is tény, hogy a 26 milliárd körül ez az úgynevezett árfolyam védés jött be, mint negatív kurzus. Az is tény, hogy a kiadott pénzek, mert kb. 10-12 milliárd euróval nagyságrendben rendelkezik a Nemzeti Bank, amit a bankokon keresztül összeszed, azokat ő kiadta régebben kamatokra, olyan helyre, amely biztos, azok a kamatok nagyon estek, azért 4 milliárd veszteség. De senki nem mondta soha azt, hogy én nekem van árum, amelyet a bőrzén vettem, és ülök rajta, közben annak az értéke még veszik. Ez a kormányzó asszony 17,3 tonna aranyat mondott, hogy van a bent a trezorban. Ez egy bőrzáru. Valamikor ez az arany 40-valány ezer eurót ért kilogramja. Már most már 30-valány. Ha mi itt ezen kilóján 10 ezer eurót vesztettünk, a 17 tonnát megszorul 10 ezer euróval, az 17 milliárd. Igen. Itt. Fele a nyugdíjasoktól, amit elvettek pénzt. Igen, néhány perc erejéig most a szakszervezettel fogjuk lezárni. Végezetül azt szeretném tőled kérdezni, Erzsébet, hogy nő létedre és a kisebbségi közösséghez tartozó létedre téged megválasztottak a tartományi bizottság elnökévé. Ezt milyen célokkal, tervekkel vállaltad el? Tudatában voltam annak, hogy milyen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és hát többszöri fölkérés után programot kellett, hogy készítsek. Ez a program, ez egy projektumorientált szakszervezeti program, amit én megpróbáltam európai színvonalúra hát hozni, és hát egy nagy változáson mentek át a szakszervezeteket be az elmúlt időszakban is. A mi szakszervezetünknek mindig európai irányultsága volt, és hát ezt elvárták Vajdaságtól, hogy az európai úton vezető szerepet töltsön be, és azt hiszem, hogy hát ezzel sikerült szinte egyhangulag a főbizottságban elnyerni a tetszésüket a szakszervezeti központnak. Az ajánlás az a bázisból jött, az Vajdaságból jött, rendkívüli támogatottságot élveztem
az egészségügyi és az oktatási szakszervezeti ágazat részéről, és hát a média ágazat volt az a motor, aki beindította ezt a választást. Nem tudok mást mondani. Nő létemre én úgy gondolom, hogy először, mint vezetőnek tisztába kell, hogy legyek saját magammal, és ha saját magamat tudom vezetni, akkor azt hiszem, hogy hát a közösségemet is olyan irányba fogom tudni vezetni. Nagyon nagy európai kihívások elé nézünk, határon átnyúló együttműködések, nagyon szép együttműködést tudunk megvalósítani a Liga szakszervezetekkel, itt már romániai partner is a képben van, a Munkástanácsok Országos Szövetségével hamarosan egy szerződést írunk alá, és folyamatban van ESZÉK-kel is, a horvát szakszervezetekkel tárgyalunk, úgyhogy ezek mind olyan kihívások, amit mint nő, mint vajdasági, biztos, hogy hát meg kell, hogy válaszoljuk. Igen. Műsorunk lejárt, köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba, sok sikert kívánok a további munkájukba. A nézőknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!